A korábbi évekhez hasonlóan szervezi táborait az önkormányzat. Jelen pillanatban a tábor harmadik hetében tartunk. A június 21-i héten indult, 8 héten keresztül augusztus 13-áig lesznek ingyenes nyári táborok Marciliban, vagyis 8 héten keresztül 14 turnust szerveztünk, hiszen akkora volt a túljelentkezés, hogy párhuzamos turnusokat is kellett indítanunk a táborokban. Mindegyik tábornak más a tematikája, a sporttábortól a kézműves táboron keresztül, jelen pillanatban a könyvmoly tábor zajlik, vannak művészeti táboraink, vannak múzeumpedagógiai táboraink, mindegyiknek különböző a tematikája, ahogy a táborvezető is. A táborok tematikáját elsősorban az animátorok határozzák meg. Vannak azok az elemek, amik táborról táborra ismétlődnek. Ez azt jelenti, hogy például a kedd és csütörtök délután a városi fürdőre mennek a gyermekek, egyszer részt vesznek a Marceli játszóházban, játékkuckóban egy másfél órás ugráláson, játékon, ahol jégkrémet kapnak, mennek ezen kívül még egyszer fagyizni. Természetesen napi háromszori étkezést kapnak a gyermekek, reggelit vagy 10 órait, ebédet, illetve uzsonát, ezen kívül minden nap kapnak gyümölcsöt, pívíz áll rendelkezésre. Itt a táborban minden gyermek egyenlő, ezért is nem engedünk sem ételt, sem italt behozni a táborba. Mindenki egységesen ugyanazt kapja, és ezt nagyon hálásak is érte a szülők, hiszen olyat, hogy 8 héten keresztül felajánljuk, hogy ingyenesen táborozhassanak a gyermekek, ilyen nincs a környéken még. A heti turnusok során a gyerekek többek között kézműves és sportfoglalkozásokon, filmvetítéseken vehet részt. Kipróbálhatják a marclali játékkuckót is. Nagyon jól érzem magam ebben a táborban, például ma is fogunk menni fürödni. El vagyunk, víjározzunk, a könyvtárban vagyunk, sétálunk. Nagyon tetszik nekem ez a tábor. Szerintem nagyon jó, mert állandóan a könyvtárban vagyunk, kölcsönzünk könyveket, olvasunk, még a VR szemüveget is kipróbálhattuk. Múltkor is voltam, nagyon jó, meg a csocsó bajnokság is jó volt, és szeretek olvasni. Ugye te, én hogy hallottam, három táborban is írt, aztán melyik a kedvenced, és miért az? A marclali lesz, az egy sportos tábor, én nagyon szeretek sportolni, meg jó szokott lenni ott nekem. Előző évben is voltam a táborban. Amit tegnap csináltunk, azt csináltuk, hogy volt rizs beszínezve, és meg volt csinálva a rizs, és a ragasztót kellett rakni a papírra, mert kinyomtattak ilyen lapokat, és akkor a ragasztót kellett rányomni, és akkor rizs meg rászolni, az volt a kedvencem, sőt még hatot is csináltam belőle. Azért jövök el ebbe, mert van néhány barátom, aki ide is eljön és szeretek velük játszani nyáron. A kedvenc foglalatosságom az, hogy van egy olyan játék, hogy van egy labda a zsinegen, azt meg ütővel kell ütni, és az a kedvenc játékom. Szeretek táborokba járni, mert egyre több barátot tudok megismerni, meg sokat tudunk játszani, meg olyan dolgokról beszélgetni, amit a suliban nem nagyon tudunk. Szerintem ez egy nagyon jó tábor, különleges. Sok mindenkit ismerünk, sok mindenki van itt, aki ugye barátunk, és ugye együtt sokat szeretünk játszani. Nekem a kedvenc programom a mozizás volt, ami tegnap volt, meg ma, hogy megyünk a fürdőre, meg hogy volt ez a rendőrös foglalkozás. Jól érzem magam, mert vannak itt barátaim, és tudok velük játszani. Hát most a tegnapi nap azért tetszett, mert futottunk, és hogy ezt meg is nyertem, aztán ezt tetszett eddig. Meg ma megyünk a fürdőre, meg csütörtökön. Azért szeretek, mert ma jöttek hozzánk a rendőrök, és megyünk fürödni ma. A nyári forróságban a városi fürdő medencében hűsítik a résztvevőket. 200 pár gyerek jelentkezett erre a 8 hét táborra. 2, maximum 3 tábornál egy gyermeket sem tudunk bevenni egy-egy turnusba, de így is nagyon hálásak a szülők, hogy ingyenesen tudnak ezekben a táborokban részt venni, hiszen tudjuk, hogy a fizetős táborok több 10 000 forintba kerülnek. Nagyon sok gyermek szeretett volna több héten, akár 5-8 héten keresztül is jönni, ugye, amit nem tudtunk biztosítani, és megértjük természetesen a szülők helyzetét, hiszen mi is szülők vagyunk, hogy nagyon nehéz a 10 héten keresztül meg
megoldani a gyermekek elhelyezését, de azt gondoljuk, hogy a gyermeknek a családdal is kell tölteni nyáron időt, de nagyon jól érzik magukat a táborban, hiszen a kis barátokkal ugye megint volt a Covid miatt egy kis otthontanulás, és nagyon élvezik az együtt töltött időt, szeretik a kötött programokat, de magát ez a szabadtéri játékot, szabadidő eltöltését úgy, ahogy szeretnék, nagyon szívesen vesznek benne részt. Az idei évben több mint 180 gyermek jelentkezett a táborokba, melyek két helyszínen, a Bernát háznál és a Kulturális Központban kerültek megrendezésre.